Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Különböző lakberendezési tanácsokat hallhatnak majd szakértőnktől, hiszen Tútni Hajnak a lakberendező a vendégünk. Szervusz, Hajni! Üdvözöllek, szia! Hát nagyon sok mindenről beszélhetnénk, meg 7 perc az rémesen kevés, ugye ezt az egész témát végigölelni, viszont egy nagyon érdekes dologgal kezdeném. Ha bemegyek mostanában a 20-30-as korosztályú ismerőseim lakásába, házába, akkor egyre gyakoribb az, hogy ugyanazt a széket látom, ugyanazt a kanapét látom, ugyanazt a szekrénysort látom, tehát majd, hogy nem ilyen katalógus lakások kezdenek mindenhol lenni, standard, minimalista bútorokkal. Miért? Hát én azt gondolom, hogy elsősorban amiatt, mert ezt lehet kapni. Tehát, hogy az üzletek olyan árucikkeket forgalmaznak, amiket keresnek. Tehát amik jól illeszthetők, tehát igazából a minimalista stílusnak is, tehát úgy, ahogy be tudják, hogyha valaki magának rendezi, akkor az sokkal egyszerűbb, mert lát egy nagyon letisztult dolgot, ahhoz nagyon egyszerű hozzá alakítani, sokkal nehezebb színekkel játszani, formákkal játszani, tehát azt már úgy merészebbek készítik csak, tehát sokkal egyszerűbb ezeket a bútorokat szépen elhelyezni, és azért egy kellemes lakásbelsőt kapunk. És éppen emiatt szerintem nem merészek, ezért látsz azért úgy viszonylag egyszerűbbeket, és több lakásban is ugyanazokat, mert egy picit, hogyha merészebbek lennének, akkor lehet, hogy mernének jobban nyúlni, csak akkor a többi részt is hozzá kellene igazítani, az meg már nem biztos, hogy sikerül. És akkor én azt gondolom, hogy emiatt. És azért, ha bemész, azért azt gondolom, hogy jól néz az is ki. Tehát persze, nem ez a probléma, csak ugyanazokat látod. Igen. Éppen amiatt, mert ezeket nagyon jól össze tudják hangolni maguk is, nem kell hozzá szakértő. Én azon gondolkodtam, hogy mint minden szakmában, minden munkakörben, biztos a lakberendezés témakörében is vannak ilyen aranyszabályok, amit jó, hogyha követünk, vagy jó, hogyha követnek a szakemberek. Milyen tippeket tudnál mondani, hogyha mondjuk, nem tudom, van egy üres nappalink egyelőre, és akkor mondjuk mire figyeljünk? Biztos van egy-kettő ilyen, hogy nem tudom, a tévét nem rakom az ablak elé, vagy nem igen, tudom. Igen, régen nagyon-nagyon nagy szokás volt, igen? Hogy a tévé az ablak előtt van. A térkialakítás nagyon fontos. Tehát az a legelső. Tehát, hogyha van egy üres nappali, akkor a térkialakítás. Attól függ, hogy hol van a bejárat, hol van az ablak, hol van a járó rész. Azt szokták mindig elfelejteni. Hát van egy rész, amikor közlekedünk. Tehát, hogy ne oda kerüljön a tévé, ami előtt, ha lehetséges, ami előtt elmegyünk. Vagy ne háttal üljön a kanapénak, aki, vagy inkább kifelé, ha van egy nagyon szép udvarunk. Akkor inkább arra fele nézzünk, mint egy csupasz falra, de úgy, hogy közben a tévét is, tehát azért itt az egységet, bármilyen teret rendezünk be, ez a legeslegelső. Utána lehet felöltöztetni, utána lehet egy kicsit dekorálni, milyen bútorok, milyen drapériák, de a legeslegfontosabb a térkialakítás. Mert ha ez nem jó, akkor nem érezzük jól magunkat. Ezért van az, hogy sokszor átalakítgatják, mert így se jó, úgy se jó, amott se jó, mert nem érzik azt, hogy jól érzik magukat a térben. Tehát ez a legfontosabb szerintem. Van egy idősebb hölgy ismerősöm, aki nem tudom én fél évente, de minimum évente így átvariálja az egész házat, és akkor nekiáll a több tonnás, nem tudom, szekrénysortot húzogatni, én nem is tudom, hogy hogy csinálja. Nem akarok belemenni a témába, viszont most már egy kicsikét segíti a fiatalabb embereket az, hogy vannak különböző netes programok, ingyen le lehet tölteni, ki lehet próbálni, és akkor variálható a dolog. Vagy most már mobil applikációk, stb. Igen. Viszont ugye ott van a ti szakmabelieknek a munkája. Engem nagyon érdekel az, hogy mondjuk mivel fordulnak hozzátok a legtöbben? Mik az alapvető kérdések, ami ilyenkor felmerül egy szakember felé? Nagyon-nagyon sokféle amikor felmerül egy probléma, tehát legyen az építkezés vagy átalakítás, amikor legelőször szembesülnek azzal, hogy jönnek a mesterek, és akkor kérdeznek,
hova legyen a világítás, mert az még nagyon az elején van, tehát ott még semmi nincs, hova rakják, és akkor jó, de mihez igazítsák hozzá, hogy lesz majd berendezve, tehát amikor felmerülnek ezek a kérdések, akkor, de nagyon különböző, mert valakinek teljes berendezés, valakinek csak egy szín, tehát érzi azt, hogy nagyon szép a bézs-barna alap, de hiányzik egy kis élet a lakásból, akkor szokott hívni, vagy egy konyhaszekrényt szeretne felújítani, és azzal van bajba, színeket, mert most meg néha a bőség zavara is, tehát nagyon sok mindent lát, ez is tetszik, az is tetszik, és nem szeretné elrontani, és akkor keres meg. Tehát nagyon sok rétű, vagy csak gyerekszoba, felnőtt a gyerek, ifjúsági bútor kell a kisebb gyerkőc után, és akkor ott is, hogy legyen egy kicsit olyan kamaszos, és az is, hogy olyan úgy, amikor valakinek az az igénye van, hogy olyan komplett egész legyen, na akkor, mert látja, hogy ez is tetszik, az is tetszik, de nem tudja összeállítani. Beszélhetünk egy kicsit a divat irányzatokról. Gondolok itt arra, hogy mondjuk szintén nagy kedvelt választása volt az elmúlt években a magyar vásárlóknak, mondjuk ez a hosszú szárú szőnyeg. Uh-huh. Most csak ez egy példa volt. De hogy vannak olyanok, amiket te is észlelsz, hogy még mindig divat, vagy esetleg most kezd majd bejönni trendként? Hát ez nagyon érdekes, mert van, amikor már sokkal hamarabb jönnek be dolgok, de az emberek még nem fogadják be. Tehát a letisztult dolgokat jobban, amikor valami olyasmi, most is kezdenek a drapériákba ilyen nagy virágos, nagyon színes dolgok, na azt azért egy picikét úgy csak a merészebbek, tehát egy-kettő. Inkább jobban szeretik, ami egy kicsit olyan kis finoman, lágyan, mert nehezebben tudják elfogadni. Tehát jönnek azért a trendek, de az emberek határozzák meg, hogy mi az, amire vevők, mi az, amit mernek a lakásukba tenni. Van, amikor nehezen, de ha egy-két dolgot megpróbálunk esetleg párnába, tehát nem nagyobb, nagy színekre gondolok, akkor azért úgy arra már fogékonyabbak, de nem mindenki. Tehát hát ez igen, is nagyon emberfüggő. Ezek a dekoros, apró dolgok annyira van, fel tudják dobni a lakásunkat. Nagyon. Na látod, órákat tudnánk erről beszélgetni, biztos, de amúgy ez is olyan, mint mondjuk a divatban, hogyha nekem azt mondják, hogy Vivien divat a tütű tül szoknya, hát én akkor se fogom felvenni, mert ugyan, nem én vagyok. Így van, de hát pont ez, ugyanígy van, igen. Igen, én köszönöm szépen, Hajni, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon Önöknek szívesen. Pedig készülünk egy kis muzsikával, hiszen a stúdió másik díszletében már Komisszár Vanda gitározik. Thank you.
Az imént még a másik díszletben gitározott Vanda, aki már átsuhanva itt ül velem szemben tanárnőjével, Czakó Erikával. Sziasztok! Hello. Na Vanda, mit játszottál nekünk? Miket hallhattunk tőled? Elsőként egy Sagrera Setüdöt játszottam, és utána pedig egy japán zeneszerzőtől egy japán névdalra készült variációkat. Ó, tehát nem is ilyen egyszerű dolgokat, idézőben egyszerű dolgokat választottál. Te mióta gitározol amúgy, és miért pont a gitárt választottad, hiszen ne értse senki félre, de inkább a fiúk választják talán nagyobb százalékban ezt a hangszert. Hát én harmadikos koromban kezdtem el gitározni. Azért ezt választottam, mert igazából amikor kicsi voltam, apa nagyon sokat gitározott, így nyári estéken, meg így meghozta a hangulatot, úgyhogy úgy gondoltam, hogy majd tudunk együtt zenélni, meg majd esetleg taníthat engem, úgyhogy... Apáról lányra szárt a szeretet, meg hát akkor a gitártudás is, vagy azért most már jobban gitározol, mint apa? Hát, mondjuk, hogy ő más kategóriában játszik. De... milyen diplomatikusan fogalmaztál. De gondolom azért a szülők nagyon is büszkék rád, hiszen rengeteg eredményt értél el, de erről talán már tanárnőt faggatom. Erika, mire vagy büszke, hiszen te vagy az egyik patronálója tanára, ugye, Vandának? Hát, hogyha most egy dologról kéne beszélnem, akkor egyértelműen az országos verseny, ami évente három évente egyszer van az országban, és Vanda első helyezett. Szóval ő úgy néz ki az ország egyik legjobb, és nem lány gitárosa, mert most már ebbe az évben, most már uniszex a gitár. Fiúk, lányok, vegyesen. Végre. Végre egy olyan kategória, amikor nincs, hogy fiú vagy lány, lány. Még mire vagyok büszke? Hát arra, hogy mellette nagyon jól tanul, kimagasló tanuló, mindenhol részt vesz aktívan, fesztiválokra jár, kurzusokra jár, és nem csak egy versenyre megy el, hanem amikor megjelenik egy verseny, akkor azonnal jelentkezni szeretne. Na de várjunk, ez hogy működik? Tehát, hogy te nézed a versenyeket, vagy tanárnő segít? Ezt azért ilyen irányítás van, mert azért tudni kell, hogy azért verseny meg verseny között is vannak kategóriák. Na most vannak olyan versenyek, amire hát nem megyünk el, mert ez már nem a mi szintünk, és mi azért kimondottan csak az országos, csak a nemzetközi, hát a nagyon minőségi versenyeken megyünk el, és lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy most a kislányka kezébe, hogyha beszélhetek arról, egy olyan hangszer található. Pont ezt akartam kérdezni, megelőztél, úgyhogy nagyon is büszkék lehettek rá, hát mutassuk meg, és akkor mondjad, hát nyugodt, Erika. Ez egy olyan kivételes hangszer, amit zeneiskolás most jelenleg az országban
csak Vanda használhat. Mert ez a hangszer, ez az ötös alapítvány tulajdonában van, van még ilyenből 18 darab, de kivételesen csak zeneművészeti szakközépiskolások és egyetemisták játszhatnak rajta. De mivel Vanda megnyerte az országos versenyt, neki az egyik díja, azért mondom az egyik, mert nagyon sok díj volt, hát egy ilyen hangszer használati joga volt, úgyhogy ő 1,5 éven keresztül játszott ezen a hangszeren, és most ismét megpályázta, most nem volt ez, mert ez 1 éve volt ez a verseny, és most megpályázta, és ismét megnyerte 1 évre. Úgyhogy... Ennek a hangszernek az eszmei értéke is eszméletlen magas. Én nem ismerem kimondani, hogy mennyibe kerül ez a hangszer. Igen, arra ne beszélj. Igen. Vannak olyan dolgok, amikről ne beszélj ebben a műsorban sem. Azt nézem ugye, hogy egyből kiszúrtam a kezedet, ugye gitárosok, ez a bal kéz rövid, jobb kéz hosszú. Igen. Azért műkörmező, vagy megerősödtek a körmei? Nem, műkör. Kényelmes amúgy ezzel gitározni? Tehát jobban szeretsz újakkal, körmökkel pengetni, vagy a pengetőt is szereted használni? Hát a pengetőt azt nem használjuk, mi csak körömmel és hússal. Ez a klasszikus, gitárban nincs pengető, kopogás van. Ezután kidobom az összes pengetőt, jó? De pengető az nem a klasszikus gitár, az a könnyű zenei műfajnak a... Milyen lehetőségek vannak? Mert itt tanárnő, itt nagyon sok mindent mondtál, hogy nemzetközi versenyek, országos verseny, különböző pályázatok, tehát azért van lehetőség egy fiatal tehetségnek? Nagyon sok. Hát most nem tudom, hogy mondhatom-e adást, hogy virtuózok, meg ilyenek. Nyugodtan. Akár abba is lehet indulni, mert azért a gitár most már olyan szinten van, hogy egyenértékű a hegedővel, a zongorával, és kimondottan a klasszikus gitár. Úgyhogy előtte a világ, bárhol kipróbálhatja magát, felsőoktatásba tud tanulni, akadémián tud tanulni, külföldön tud tanulni, sőt, külföldön nagyon várják a magyar zenészeket, mert nagyon képzettek. Úgyhogy... Milyen irányt szeretnél képviselni? Hiszen azért itt hallhattunk tőled muzsikálást, meg muzsikát, de van esetleg egy olyan műfaj, vagy olyan irány, ami a te szíved csücske? Hát igazából ez a klasszikus zene. Tehát én nagyon sokféle zenét szeretek, de játszani igazából ezt, mivel ezt tudom átadni úgy a közönségnek, meg én is ezt tudom úgy átérezni, hogy az hatással legyen az emberekre. Ez fontos amúgy a te zenélésed közben, életedben, hogy át tud adni azt, amit te gondolsz? Hát igen, ez a legfontosabb szerintem, mert akkor lesz igazán hatásos. Igen. Hogyan készülsz egy koncertre, vagy egy ilyen megmozdulásra, mint például itt is? Hát nagyon sok gyakorlással igazából ez úgy lehet, hogy sokat gyakorlok, és természetesen Erika néni nagyon sok mindent. Ilyenkor elcsendesedsz mondjuk egy fellépés előtt, vagy pont az ellenkezője, hogy kicsit megpróbálod felpörgetni magad, zenét hallgatsz, hogyan készülsz? Megvannak a körök. Igen. Hát, igen. Megvan a recept, van bennem. Na, halljuk. Hát igazából verseny előtt nem szeretek más zenét hallgatni, mert attól félek, hogy egy kicsit így elterelődnek a gondolataim, és már itt teljesen megpróbálok ráhangolódni. És hát ilyenkor eléggé izgulok, de mire felmegyek a színpadra, addigra le tudom úgy magam nyugtatni, hogy az ne legyen hatással. Na hát remélem azért itt a muzsikálásnál, meg a beszélgetés alatt is azért sikerült magadat egy picit lenyugtatni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és hát neked jó nézegetést a pályázatok meg különböző versenyek miatt, neked pedig hajrá, mert hihetetlen eredményeket értél el. Önöknek pedig készültünk egy összefoglalóval, hiszen különleges tárlatot varázsoltak a megyei és városi könyvtára, a részletek és képek magukért beszélnek, és hát ajánlom önöknek, hogy sétáljanak arra, hiszen november közepéig ez a bizonyos különleges tárlat látható.
Az idei 56-os programok zöme az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából létrehozott emlékbizottság támogatásával valósultak meg térségünkben is. Így volt ez a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárnál is, illetve annak homlokzatán. Ez a Kubus 56 című tárlat, amelyet a Hadron Művészeti Egyesület álmodott és alkotott meg. Nagyon fontos, hogy azokon az megemlékezéseken túl, amelyeket a megyében nagyon sok helyen megtartottak, és nem csak a megyében természetesen, hanem országos szinten is, próbáljunk meg más dimenziókba is láttatni 56-ot, és azt hiszem, hogy ennek a legjobb módja az, amikor a művészek szabadjára engedik a gondolataikat és a fantáziájukat, és ezáltal egy olyan maradandó nyomot hagynak bennünk is, amelyel én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig, amelyből nagyon sokáig tudunk építkezni, és amelynek segítségével nagyon sokáig az emlékeztünk marad 56. Egy nagyon különös anyagot választottunk ki, amit az építészetben használnak, sztiropol, expandált sztiropolt választottunk ki, amit szigetelésre, hőszigetelésre használnak, viszont rájöttünk, hogy fantasztikusan faragható, csiszolóvászonnal, ráspolyokkal, fűrészekkel, égetéssel nagyon jól alakítható az anyag, így festett domborműveket tudtunk kialakítani. Ráadásul nagyon jól reagál a ragasztókra is, még a radiátorzománcot is elviseli ez az anyag, tehát remekül tudtunk egy vízálló, vízhatlan felületet képezni, és hát nagyon reméljük, hogy 3 hétig nagyon jól fogják bírni, valószínűleg patinázódni fognak a munkák, de talán jól fogják bírni az időjárás viszontagságait. Egyesületünk 10 tagból áll, és most nemrégen pár hónapja vettünk fel pár fiatal művészt. Egyik közülük Sáréti Gergő, fiatal szobrászművész, aki még annak idején tanítványunk volt a művészeti szakközépiskolában. És egyszer csak felhívott Gergő, hogy szétlőheti-e az anyagot, hogy kipróbálhatja ezt, hogy milyen, hogy reagál a lövésre. És ő 3 munkát készített, minden művész 3 munkát készített, övé az a vastag, ami szét van törve ilyen erővonalakká, és ezt ő úgy kezdte a munkát, hogy elvitte a lőtérre az anyagot, és szétlőtte. Ez nagyon különös kísérlet volt, és így erre azt mondtuk, hogy ez kell nekünk, tehát pont ez a vérfrissítés, a fiataloknak ezek az újító, kísérletező gondolatai, ezek teszik olyan frissé az Egyesületet. A tárlat mellé egy kiadvány is készült, abban az alkotások és az azokhoz kapcsolódó nagy zsuka írományok kaptak helyet. Azt szerették volna, hogyha nem ők írnak a műveik alá egy címet, hanem én, mint költő, ihletett állapotba kerülök, és írok az alkotásaikról. Egy leporellót készítettek, és ebben jelentek meg ezek a haikuk, fegyelmezettebb és fegyelmezettebb haikuk, amelyeket a művekre írtam. Tehát ez is egy különlegesség volt, hogy ne a szerző, a képzőművész adjon címet a művének, hanem én, mint költő, írjak alá gondolatokat, és a haiku formát választottam, ami sűrű, precíz, fegyelmezett és rövid. A kubus, azaz kocka, erőteljes utalás a szabadságharc egyik szimbólumára, az utcakövekre, melyet barikádként és fegyver helyett használtak a hősökké vált felkelők. Hosszú hétvége előtt állunk, úgyhogy mi mást kívánhatnék munkatársaim nevében, mint jó pihenést önöknek. 1 hét múlva azonban találkozunk, ne feledjék, viszontlátásra!